Nincsenek könnyű helyzetben a vidéki iskolák pedagógusai. Az iskolakezdéskor a tanszerekre vonatkozóan rendszerint minimális igényeket fogalmazhatnak meg. A városok vonzás körzetében levő települések iskolái gyakorta az osztályok összevonására kényszerülnek a kis létszám miatt. De nem csak ezzel a nehézséggel kell szembenézniük a diákoknak, illetve szülőknek. A gyengébben felszerelt iskolák vagy osztályok mellett a tanszerek magas ára is megköti a pedagógusok kezeit. Mi úgy szoktuk ezt megoldani, hogy első nap egy ilyen kis üzenő boríték formájában közöljük a szülőkkel pontosan is, mire van szükség. Tehát írunk egy listát, hogy mik azok, amiket be kell nekik szerezniük. A másik felére feltüntetjük ugye a tanévnek a szerkezetét, meg más hasznos információkat, és akkor minden szülő ezt beszerzi. Hát ami nálunk, tehát mi igyekszünk a minimálisat kérni, és aztán pedig minden szülő eldönti. A híradónknak nyilatkozó szülők szerint valóban nehézséget okoz a tanévkezdés. Szerintem eléggé megterhelő egy szülő számára, mert elég sok mindent meg kell vásárolni, és nem olcsók, a tanszerek nem olcsók. Mi még csak a nagyját vettük meg, de több mint 200 valamennyit fizettünk, de még kell. A tanügyminisztérium által közölt adatok szerint a 2014-2015-ös tanévben az elemi oktatásban résztvevő diákok 45%-a több mint 430 000 diák vidéki tanintézményben tanult.